Új szerkezetben, új időrend szerint pályázhatnak a nyugdíjasok azokra a támogatásokra, amelyeket az uglói önkormányzat finanszíroz. Hamarosan augusztustól pályázhatnak például azokra a támogatásokra, amelyeket majd a téli szezonban lehet igénybe venni. A részletekről és további információkról Hevér László Györgyöt, szocialista önkormányzati képviselőt, idősügyi tanácsnokot kérdezem. Üdvözlöm itt a stúdióban. Szép napot kívánok mindenkinek! Hát ugye ígéretem, mert szívem minden évben idősügyi tanácsnokként próbáltam egy picit hozzátenni ahhoz a rendszerhez, amit itt az önkormányzat próbál nyújtani a zuglói idősek számára. Az új támogatási forma egy pályázati forma lett. Zuglói, zuglói nyugdíjasokat segítő alap, ez lett a neve. Ugye onnan származik a dolog, hogy innen nem messze a Szentmiályi úti panelházban élt egy idős néni, és az önkormányzatra hagyományozott egy akkor is jelentős összeget, ami ez az önkormányzat nem nyújt hozzá. 2016-ban pedig megleltük az összeget, ami egy elkülönített számlán volt és akkor jó magam és Szabó Rebeka alpolgármester asszony közösen egy előterjesztésben arra tettünk javaslatot, hogy ez a hagyaték a hölgynek a végrendelete alapján zuglói nyugdíjasokat segítse. És én 2018 év végén ö, azt kezdeményeztem, hogy ez szép gesztus, ez a szép hagyomány ne szakadjon meg. Ezért kezdeményeztem azt, az önkormányzati rendeletbe bele is került. Ugye én mindig ö, megpróbálom azokat a juttatásokat rendeleti formába tenni, mert azért azt gondolom, hogy az egy kellő biztosítékot ad az uglói nyugdíjasoknak, hogy onnantól kezdve azt nagyon nehéz ö, elvenni tőlük. Ö, tehát gyakorlatilag. Ez a dolog folytatódott, és egy zuglói nyugdíjasokat segítő alapot hoztunk létre. Utána a költségvetésnél próbáltam érvelni, hogy ezt az összeget a, a, a idős hölgy nagyjából az összege az 4 millió forint volt. Hát 5, én 10 millióra tettem javaslatot, majd a végén e, ígérettel zárom, hogy szoktam. E, a végén a költségvetés tervezésekor 5 millió forint e, került e, erre a tétel sorra e, megítélésre, és ugye a rendeletbe pedig úgy került bele, hogy két részletben e, lehet pályázni. Az egyik pályázati kör az, az most június-július, tehát az egy nyári. Időszak, a másik pályázati időszak az pedig ilyen augusztus-szeptembertől lehet pályázni, és az meg a téli, az meg a karácsonyi időszak. Ugye egy dolog van, hogy aki az első támogatási vagy pályázati időszakban ő, nyer összeget, az már a második szakaszban nem pályázhat. Gyakorlatilag ö, 200, több mint 250-en, sőt, 250-nél többen pályáztak, ebből a rendeleti megfeleltetés okán ugye 65 év feletti korhatár, és van egy jövedelemhatár, ami annó 85.500-as jövedelemhatár volt, de tapasztalatok alapján ezt megpróbáltuk földúzni 114.000 forintra. Családi összjövedelmet kell nézni, meg természetesen, és így és több mint 200 embert, 230 embert tudtunk ö, segíteni. Ebből, hát az egyik szemem sír, a másik nevet, ö, de 15 embernek gyakorlatilag majdnem, sőt van olyan ember, ö, akinek 22 ezer forint ö, a havi nyugdíja, én nem tudom, hogy ebből ő hogy tud megélni, tehát ö, itt, itt, itt sír a szemem, hogy azért azt gondolom, hogy van Kormányzati feladat a nyugdíjrendszerrel, de hát egy önkormányzat ehhez csak bizonyos ösztönzőket vagy bizonyos segítséget tud adni. De gyakorlatilag ennek a nyugdíjasnak adtunk egy 13. avi nyugdíjat. Jól értem, tehát, hogy az első körben, a, a mostanában záruló körben, tulajdonképpen aki megfelelt a jogszabályi feltételeknek, mindenki mind hozzájutott kicsit, a támogatáshoz. Igen, így volt, kicsit nehéz volt, alakítottunk is egy munkacsoportot, de én úgy gondolom, hogy Nálunk a munkacsoportok nem azért vannak, hogy ha valamit nem tudsz eldönteni, akkor gyorsan alakíts egy munkacsoportot, aztán, hanem pontosan azért, hogy utána egyhangúan tudjunk dönteni, és a bizottságban pedig aztán ott is szénes a politikai paletta, de egyhangulag tudtunk dönteni ebben az ügyben is. Úgy tettem javaslatot a szociális osztályvezetőjével összhangban, meg alpolgármester asszony véleményét is kikérve, hogy három jövedelem határ volt, volt egy 0 és 57 ezer közötti, volt egy 57 ezer és 85 ezer közötti, az első kategóriában voltak 15-en, a második kategóriában voltak 66-an, és volt egy, amit megnyitottunk, ez, a legnagyobb, ez lett a legnagyobb halmaz, vagy a legnagyobb kategória, embereknél ne beszéljünk halmazról, ez pedig Közel 160 ember. Ott tényleg egy kicsit el lett aprózva az összeg, mert ott 8000 forintot tudtunk mindenkinek adni, az igények természetesen magasabbak voltak. Ki, hogy, tehát van, aki azóta már kaptam telefonokat, van, aki nagyon-nagyon, természetesen nagyon-nagyon hálás volt, még ennek az összegnek is örült, van, aki pedig mondta, hogy hát azért ennél többre számított, én meg elmondtam azt, hogy természetesen, hogyha több lesz a költségvetési keretszám, akkor természetesen többet tudunk, csak, ö, 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 többet tudunk adni. Csak az volt a cél és az volt a szándék, hogy aki ebben a pályázati keretben ö, megfelelt és a, a jogszabályi ö, feltételeknek megfelelt, annak tudjunk adni valamennyi összeget itt nyár, nyár előtt. Ugye azt is említette az előbb, hogy akik az első pályázati fordulóban támogatáshoz jutottak, azok nem pályázhatnak Igen. a második fordulóba. Mivel aki a jogszabálynak megfelelt és pályázat az első fordulóba, az támogatáshoz jutott, így most voltak éppen, arra lehet számítani, hogy új emberek fognak majd Igen, jelentkezni a második fordulóba. Olyanok, akik valamiért az elsőben nem pályáztak, bár rászorulók lennének? Így van. Így Ez viszont azt is feltételezi, hogy meglehetősen aktívan kell ismertetni ezt a lehetőséget azok körében, akik szóba jöhetnek, mint pályázók. Természetesen, hát nekem az aktív ismertetésem az ugye abból állt, hogy az idős klubokba és ez szeptember-október folyamán, mint minden évben meg fog történni. Én természetesen oda ellátogatok, a klubvezetőkkel is, meg a gondozási központ vezetőségével ugye beszélünk, ők is terjesztik ezt az igét. Egyébként is szeretnék majd leülni a ESZ főigazgatójával valamilyen formában együttműködni, hogy legyenek Ismeretterjesztő terjesztő kiadványok, ugyanis szerkesztő úr utalt arra, hogy másfajta téli támogatási formák is vannak, vagy például ott van, amit egész évben lehet a gyógyszer támogatás, de emellett ott van a fűtési támogatás, és ott van az évvégi támogatás. Ez mind rendelkezésre áll az uglói nyugdíjasoknak, úgyhogy, úgyhogy szeretném azt elérni, hogy valamilyen terjesztő valamilyen kiadvány, ami a rendelő intézetekben, házi orvosoknál is ott van, és abban a pillanatban a zuglói nyugdíjasok szélesebb köre is el tudja érni ezt az információt, mert még mindig azt tapasztalom, hogy sokan én ahova tudok, elmegyek nyugdíjas klubokba, különböző időseket tömörítő egyesületekhez, próbáljuk az igét terjeszteni, próbáljuk ezeket a hasznos információkat terjeszteni. Én nagyjából azt lőttem be, hogy körülbelül ez a 300-as szám a második fél évben is meg lesz. Természetesen, és azt gondolom, ez most politikailag korrekt, de elsősorban én hagyományt szerettem volna teremteni, de ugye a második körről már a következő hmm. testület megfelelő bizottsága fog dönteni. Ön idősügyi tanácsnok, nem csak az operatív ügyekkel kell foglalkoznia, hanem az idősügyi stratégia is az ön feladatai közé tartozott, mármint ennek a megalkotása. Hogy áll ez a munka? Hát 2016-ban adtam az Ugló lapoknak egy interjút, remélem még azért a ciklus folyamán valamit számot tudok adni hogy a zuglói, zuglói nyugdíjasok megismerjék a tevékenységet. Én azt gondolom, hogy ez egy ígéret volt az zuglói nyugdíjasok számára, hogy készítsünk el egy időtálló, 5-10 éves ciklusra gondolkodó stratégiát, amiben vannak rövid, közép és hosszú távú tervek. Azt gondolom, hogy természetesen ezt nem egyedül készítettem, és megint jelzésértékű, hogy polgármester úrral, a polgármester asszonynal közösen nyújtottuk be, és a testület egyhangulag támogatta az idősügyi stratégia elfogadását, aminek a jelszava az, hogy idősbarát önkormányzatot építünk. Ennek vannak operatív részei, és vannak olyan részei, eh, amik természetesen nem egyedül voltunk eh, okosak, és itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy eh, Hegyesini orsós Évának, aki az egész anyagot összehozta, és aki nagyon-nagyon komolyan eh, hónapokon keresztül interjúztatott eh, intézményvezetőket, eh, civil szereplőket, tanácsnokokat ö, megkérdezte rajtam kívül, még három tanácsnokot ö, végigkérdezett, és abból állt össze egy komplex anyag. Ö, és azt gondolom, hogy ezt, ennek lesz egy társadalmi vitája, valamikor augusztus folyamán, amikor már mindenki visszajön a szabadságból, én tervezek egy idősügyi kerekasztalt, egyébként is kell, és bizonyos olyan, tehát megpróbáljuk ebből az anyagból, ami egy nagyon ö, szép és magas és tartalmas anyag, egy olyan Cselekvési tervet kidolgozni, ami a következő hat hónapban ö, meghatározhatja a következő testület ö, cselekedeteit, ö, intézkedési ö, folyamatait az idősek számára. Én azt gondolom, hogyha. Ö, bizalmat kapok, akkor ezt a munkát én szeretném folytatni, mert az alapok letételében, ha az ember ott van, és építő munkásként, akkor már szeretne a házépítésben is ott lenni, úgyhogy én nagyon szívesen részt vennék ebben a folyamatban, és azt gondolom, hogy az uglói nyugdíjasok visszajelzés alapján meg vannak elégedve ezzel a tevékenységgel, úgyhogy továbbra is. Az uglói nyugdíjasok élethelyzetének javítása érdekében szeretnék tevékenykedni. Remélem, hogy ezt meg tudom tenni a következő öt évben is. Köszönjük szépen az információt! Köszönöm, hogy itt voltam.